Négy nagy tájegység, a Szatmárbereg, a Délnyírség, a Nyírség és a Rétköz komplex fejlesztésére összesen 8 milliárd forint toppos forrást biztosítanak a jelenlegi uniós ciklusban. A támogatások hiányzó turisztikai beruházásokat pótolnak majd, például a tervek szerint a bicikli utakon megálló és kerékpárjavító helyeket építenek, hangzott el a nyíregyházi turisztikai konferencián. Ezek kifejezetten megyei kezelési források, ahol szeretném elmondani azt, hogy itt a megyei önkormányzatnak vannak olyan komplex turisztikai projekt elképzelései, amelyek pontosan azt céloztuk meg, hogy ne pontszerű fejlesztések valósuljanak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem a turisztikai desztinációkra levetítve valósuljanak meg komplex fejlesztési projektek. A TOP segítségével lehetőség van kulturális örökségek, például várak felújítására, teret kapnak továbbá a vallási vagy akár a horgász és vízi turizmushoz kapcsolódó projektek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a TOP-on kívül több támogatást is igénybe vehet a fejlesztésekhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy speciális geopolitikai helyzetből adódóan három határmenti programban is érintett. A magyar-románban, a magyar-szlovákban, illetve a négy határmenti programban. Mindhárom program lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztésére, épített természet és kulturális örökségvédelem prioritás keretében. Az egészségturizmusban főleg a fürdőfejlesztések kaptak nagy hangsúlyt az elmúlt időszakban. Ennek egyik kiemelkedő példája a nyíregyházi gyógyhelyfejlesztés, de a régióban nem csak a megyeszékhely termálfürdője jelentős. Kiemelt gyógyhelyek is vannak a régióban, ami egyébként azért nagyon jó, mert még jobban lehet hangsúlyozni ennek az egészségturizmusnak a jelentőségét itt nálunk. Emellett azért nagyon komoly országos jelentőségű és regionális jelentőségű fürdőink is vannak. Most, ha néhány példát ki lehetne ragadni, akkor egyértelmű, hogy Nyírbátorról is nagyon sokat lehetne beszélni, a Vásárostaményi fürdőről, és hát ugye nyilván Kisvárda is egy kiemelt turisztikai helyszín. A konferenciát a Nyíregyházi Egyetem közreműködésével szervezték. Az intézmény célja, hogy turisztikai szervezetekkel és vállalkozásokkal is kapcsolatban legyen, mind az egyetem, mind pedig a hallgatók.